Micsoda érdekes kötélhúzás. Az egyik végén emberek, és aki odalent a kötél másik végébe kapaszkodik, az nem más, mint a világ legnagyobb szárazföldi ragadozója. Bár szárazföldi állat, a jegesmedve otthonosan mozog a vízben, és ami még meglepőbb, a kifejlett hímek némelyike sosem teszi a lábát valódi szárazföldre. Az északi sarki jégpáncélja alatt ugyanis nincs szilárd kőzet, amiből az következik, hogyha az éghajlatváltozás miatt ez a jégsapka elolvad, a sarkvidék királyának trónusa zsugorodni kezd. Az állatkertben élő jegesmackók játéka csupán unaloműző elfoglaltság, ám vadon élő társaik számára a játék felkészülés az életre. De lehet-e felkészülni arra, ha szó szerint elolvad a talpuk alól a jég? Pedig a jegesmedve igazán mindent megtett azért, hogy alkalmazkodjon a világ legzordabb, legkegyetlenebb életkörülményeihez. Vízhatlan fehér bundája egyaránt védelmet nyújt a hóviharban és a jeges vízben, egyben el is rejti zsákmányállatai szeme elől. Ez a bunda annyira tökéletes hőszigetelő, hogy a jegesmedvét szinte egyáltalán nem látják a hőkamerák, és 10 Celsius fok fölött a túlhevülés veszélye fenyegeti. A vízben melső lábaival evez, a hátsókat inkább csak kormányzásra használja. 10 km per óra sebességgel képes úszni, és akár 2-300 km-t is meg tud tenni a nyílt tengeren partra szállás nélkül. Tápláléka a vadonban szinte kizárólag állati eredetű. Nem mintha nem szeretné a málnát, de hazájában az év legnagyobb részében semmilyen növényi anyagot nem talál. A fókát azonban másfél kilométer távolságból és akár egy méter hóréteg alatt is kiszimatolja. Azt szokták mondani, hogy a jegesmedve talpa szőrös, ám ez csak részben igaz. Maguk a lábúj és a talpárnák csupaszok, csak a köztük lévő vájut borítja a szőr. Az sem teljesen felel meg a valóságnak, hogy a jegesmedve fehér színű. Csak a szőrzete fehér, amely a korral egyre inkább sárgássá válik, ám az állat bőre bővelkedik festékanyagban, palaszürke színű. Ez jól megfigyelhető a medve szürkés orrán, ahol ritkásabb a szőr, illetve a végén az úgynevezett orrtükrén, amely koromfekete. Bár az állatkertben nem vadászhatnak fókára, a jegesmedvék gondozói alaposan megmozgatják őket. De vajon mit ér a tökéletes alkalmazkodás, ha a környezet közben megváltozik? Ha elolvad a sarki jég, a jegesmedvék visszakényszerülnek a szárazföldre, ahol találkoznak és kereszteződnek az ott élő barna medvékkel. A hibridek viszont a barna medvékkel maradnak az ember közelében, akitől jegesmedvétől örökölt tulajdonságuk folytán egyáltalán nem félnek. Sőt, veszélyesek. Az idővel folytatott kötélhúzásnak, tehát végső soron csak a medvék lehetnek a vesztesei. Kisfilmünk készítői és szereplői élőben is szívesen látják Önöket a Fővárosi Állat- és Növénykertben. www.zoobudapest.com Készült az Eszterházi Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával.